Urat, Matteo Salvini, urat, kérem meg, hogy 4 percre most tájékoztasson Grazie minket. Presidente, parlo alla Commissione, parlo a quest'Aula affollata. Elnök úr, siamo in 26. 26-an vagyunk, csak elég üres teremben beszélek, elsősorban a bizottságnak és a tanácsnak. Nyilván a kedves kollégákat ez a téma elriasztja. Nos, mint olasz képviselő, jó néhány éve foglalkozom ezzel a kérdéssel. Ez a politika teljes mértékben kudarcot vallott, és úgy tűnik, hogy egyes kormányok még együtt is működnek Olaszországban a maffiával, az embercsempészekkel, és ugye ott vannak a multinacionális cégek is. Az elmúlt 3 évben a Mediterránban 50 ezer ember fulladt be, 600 ezer embert vittek az olasz partokra, 30 ezer gyermek tűnt el, akik vagy a prostitúció áldozatai, vagy olyan sorsuk van, amiről nem tudunk. Évek óta arról beszélünk, hogy mit kellene tenni Európának, a nemzeti kormányoknak, beleértve Olaszországot. Védeni kell a határokat, meg kell szakítani a kapcsolatokat azokkal a civil szervezetekkel, amelyeket ez az intézmény kezdett el finanszírozni. A legális, pozitív migrációt kell támogatni, amely tényleg többletértéket jelent nálunk is, mint Kanadában, Svájcban és más országban is. De amíg rabszolgákat, vagy pedig bűnözőket hoznak ide be, ez nem megoldás. Eddig 9 ezer érkezett Olaszországba a bűnözők közül, most Tunéziából is. Nagyon sokan Európába érkeznek a földközi tengeren keresztül, és mi kinyitjuk az ajtókat előttük. Addig, amíg fel nem ébredünk, addig itt nem lesz megoldás. És most nők és gyermekek érkeznek, akik tényleg háborús környezetből menekülnek, nők és gyermekek, legalábbis nekik kellene érkezniük, de nem nagyon látjuk őket. A keresztény kultúrába érkeznek ide, azokba az országokba, amelyek ezeket az értékeket képviselik. A romák jogaival foglalkoztunk, ennek örülünk, de még nem foglalkozott Strasbourg ezzel a problémával. Nagyon fontos, hogy az igazság az iszlám a törvények alapján alkalmazandó, csak az iszlám jog keretein belül. És olyan sokat hallunk erről, emberi jogok nyilatkozatának 19. cikkében az áll az iszlám törvényeknek, hogy a férfiak felsőbbrendűek a nőknél. Nem tudom, egyet értenek itt ezzel a kijelentéssel, hogy a férfiak többet érnek, mint a nők, hogy mit kellene tennünk Európában legálisan, pozitívan, hogy ne legyen kirekesztés, elutasítás a határainkon belül. Ha az Európai Unió nem a multinacionális cégek érdekeit akarja képviselni, nézzük meg, hogy szavaztak az emberek Németországban, Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában, és ezek után Olaszországban. Köszönöm szépen. Valenciano, asszony 2 percre. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Néha demokráciának olyan dolgokkal kell megbírkoznia, amelyet tulajdonképpen inkább az Európai Uniós demokratikus jogok felbomlása jellemzi. Xenofób, rasszista, Európa ellenes hangokat hallunk. Már a vita címe is teljesen bevándorlás ellenes. És
A vitát olyan keretbe próbálja helyezni, amit mi szocialisták egyszerűen elutasítunk. Illegális bevándorlóknak nevezve ezeket az embereket, már is beskatujázzuk őket, hiszen legális és illegális kategóriákra osztjuk őket. Nem a bevándorlás ellen harcolunk, előadó úr, hanem megpróbáljuk rendezni a bevándorlást. Felvesszük a harcot az érdekükben, akik bepróbálnak vándorolni hozzánk. Pillanatilag a migráció nem válság. A migrációnak köszönhető, hogy létrejött ez az egész kontinens, hiszen hosszú időkön keresztül ez történt. Nem lenne szabad felvennünk a harcot ellene. Mi szocialisták nem értünk egyet azzal, amit javasol, hiszen szerintünk ez a legrosszabb politizálási mód, mert félelmet terjesztünk ezzel. És valamilyen politikai előnyre próbálunk ebből előnyt szerezni. Azonban a jog államiságról van szó, az emberi méltóságról, olyan dolgokról, amelyek mellett már kiálltunk. Szükségünk van ugyanis a migrációra. Köszönöm szépen. Most Pagel Zándúdi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Minden nap számít. És ma, október 25-ét írjuk, 2017-ben. A legnagyobb gond Európában az, hogy nincs jogos út Európában, nincs kezelhető útja a migrációnak. Úgyhogy példából mutassam ezt be, 5000 menekült él most Lesboson, többen között öngyilkosok akartak lenni, szörnyű körülmények között élnek. Azok, akik a görög szigeteken kötöttek partot, azokat kizárja az új EU rendszer. Nem léphetnek be legális módon. Nagyon sok tagállam képtelen ezzel a hatalmas társággal szemben néző hatalmas menekült áradattal. Amikor értékeinket lábbal tiporják, akkor fel kell emelni a hangunkat, valahogy gondoskodni kell ezekről az emberekről. Nem a tagállamokat kell büntetni, meg szankciókkal sújtani őket. Meg kell engedni a családokat, egyesítsék, meg kell vizsgálni. Nem lehet, a dolgokat nem lehet gyáván félrenézni. Morvai Krisztina következik egy percben. Köszönöm szépen. A témából adódik, hogy nem tudunk teljesen eleget tenni elnök úr kérésének, hiszen itt most a múlt és a jövő csatázik. A múlt, amikor is a magukat baloldalinak és liberálisnak valló politikusok és úgymond értelmiségiek megszokták azt, hogy az ő megmondó embereik, az ő észosztóik tematizálják a közbeszédet a migráció kérdésében. A jövő viszont az, ami ma is történik, hogy őszintén az európai lakosság többségének a tapasztalatait visszatükrözve és véleményét kimondva beszéltek itt olasz képviselőtársaink, hozzájuk csatlakoztak svédek és mások, itt vannak a visegrádi négyek, itt van az én hazám Magyarország, kimondjuk azt, hogy igenis az Európa külső határait meg kell védeni, igenis a migrációt a gyökérokoknál kell kezelni, és ott helyben. Köszönjük azt a rengeteg támogatást, amit magyarként kapunk azért, hogy a hazánkat és Európát megvédjük, és örülök, hogy egyre több szövetségesünk van. Köszönöm szépen!